Teremtő atyán a Duddi 759-es közlése 1939. január 26. Az élőlények szellemi feladata belső látás. Csak mindig fölfelé emelt szemeidet meg akaratodat, és gondolataid mindig helyes irányítást kapnak. A lélek hamar veszélybe kerül ingataggá válik, és az úrnak kell ismételten és nagy türelemmel újból a gondjaiba venni, rádöbbenteni a lelket, hogy gyenge a hite. Mert a lelket nyomasztó gondolkodásnak és bátortalanságnak oka a gyenge hit. A lélek számára egyfajta kényszerhelyzet, amikor hite megerősödéséért időnként depresszióba jut. Ebben az állapotban jobban küzd, mert terhes neki, és meg akar szabadulni tőle. Így megnyugtató lenne számotokra, ha felismernétek a napi élet sok apró ellenállásának és visszájának a hasznát és áldását. Ezért bizalommal adjátok át magatokat az isteni vezetésnek, és már nem lesz okotok az aggódásra, hogy gyenge hitűek vagytok. Ebben a bizonyosságban fogad magadba azt is, amit, mint tanítást ma kapsz. Isten teremtésében mindenre, még a legkisebb lényre is szükség van. Viszont az ember nem tudja felismerni, hogy a feladatoknak mi az oka és célja. Bár a külső, a földi tevékenységet megfigyelheti, viszont a szellemi tevékenység, a sok kicsi élőlény létének tulajdonképpeni oka el van rejtve az ember elől, és ez így is marad. Csak a test levetése után lesz felismerhető. Ha ti emberek egy pillantást vethetnétek a tevékeny szellemi birodalomba, csodálkozásotok nem érne véget. Viszont hatalmatokban áll, akaratotoknak van alávetve, hogy képességet szerezzetek a rejtett dolgok látására. Hogy mindennek, még a legkisebb élőlének a tevékenységét is felismerjétek, elég, ha elmerültök Isten teremtésének nagyszerűségébe, ha sziklaszilárd hitetek van Isten szeretetében és hatalmában, és szíveteket készségesen tágra nyitjátok, és a képek az ember szívében tisztán, láthatóan tükröződnek, és a földi gyermek látható magyarázatot kap. A szellemszeme kinyílik, és az Úr maga tanít ott, ahol mélységes a vágy az igazság és az ismeret iránt. És ti felismeritek a Földön és a túlvilágon a pienés nélküli tevékenységet. Rájöttök, hogy minden lénynek a feladatát teljesíteni kell, és az szellemben még messzebbre hat, mint földi viszonylatban. Habár az utóbbi szükséges az öszteremtés fennállásához is. Mert a legkisebb lényt sem teremtettem értelmetlennek vagy haszontalannak a szellemi áramlatokat minden teremtmény észleli, és állandóan tovább vezeti. Mint egy az a feladatuk, hogy felfogói és közvetítői legyenek a szellemi erőnek, és az összteremtésben, mint elektronok, nélkülözhetetlenek. A teremtés művét úgy tekintsétek, mint az isteni erőt terjesztő eszközt, aminek kisugárzása van ennek felfogása rátok emberekre van bízva. Ez az erő végtelenül sok kicsi élőlény útján küldhető ki a világ mindenségbe, hogy az ember ebből az erőből a legnagyobb mértékben részesülhessen, amint maga is megtisztult lény és erő Istenből ismét egyesüljön az ős erővel. Ha mint ember végig gondoljátok ezt a végtelenül hosszú utat, és magatokat végállomásnak tekintitek, akkor meg kell értenetek, minden törekvéseteket a végső célnak kell szánnatok, mert az isteni teremtés megszámlálhatatlan csodáját rejtitek magatokban, amelynek mindegyikét átjárta isteni erőm, és az ember lelkében zárkóznak össze. Megértitek, mi a tét, ha most isten erejének utolsó felvevő edényét lelkiismeretlenül összeromboljátok, és minden meglévő erő majd az anyagszaporodását segíti, amit pedig fel kellene oszlatni, és szellemivé kellene alakítani. Mert ez a helyzet, amikor Isten erejét nem szellemi tökéletesedésre, hanem tisztán világi dolgokra használjátok el. Ti valóban nagy mennyiségben birtokoljátok ezt az Istenből való erőt, és nem tudjátok, ezeken keresztül milyen képességek vannak tulajdonatokban. Ha ezt az erőt helyes értelemben hasznosítnátok, be tudnátok hatolni Isten teremtő csodáiba, és szellemi szemetek megpillanthatná azt, ami különben láthatatlan számotokra. Felismernétek, hogyan tudnátok mindig meggyőződést szerezni Isten szeretetéről, bölcsességéről, hatalmáról, ha komoly lenne a vágyatok, hogy elérjétek a számotokra lehetséges tökéletességet már itt a földön. Minél inkább megtanultok szellemben látni, annál kevésbé érzitek a föld terhét. és ahogy Isten szelleme elevenné tesz benneteket, minden anyag urává váltok. Viszont, hogy Isten szellemét életre ébresszétek magatokban, minden értelmeteket arra kell irányítanotok, hogy a földi életet csak is szellemi javatokra használjátok. A legmélyebb kapcsolatban kell maradnotok az isteni teremtővel, és jóságos atyai kezére kell mindenkor bíznatok magatokat. Ekkor minden lépésetek a tökéletesség felé tett lépés lesz, mert Isten csak a földi gyermek akaratát nézi. Ha ez feléje van fordulva, akkor szeretetével átfogja a szívét, és a helyes cél felé irányítja. Aki szíve mélyéből állandóan azt az imát tüldi feléje, neked akarok szolgálni az időben és örökké valóságban, annak akarata meg tudja ragadni a hozzáérkező erőt, és az az Isten felé ragadja őt, mert ha nincs ellenállás, minden visszavezet Istenhez. És ez így van. Teremtő atyánk üzenete. Berta Dudde 5578 per A közlése. 1953. január 15. A szabad akaratról. A bőjt és imáról való beszélgetés után. Az ember akarata szabad. Ezért tegyétek azt, amit helyesnek tartotok, és részemről nem kell semmi visszatetszéstől tartanatok, amíg szívetekben és szemetek előtt én vagyok. Az ember nem vétkezhet, ha keresi, hogy szolgálatot tegyen nekem. Akkor sem, ha tette, eltér akaratomtól, mert nem ismeri fel az akaratomat, de nem cselekszik tudatosan ellene, és én tetszéssel nézek rá és tevékenységére. Egy különleges erő áramlat árad ki azokból az emberekből, akik teljesen meghajolnak előttem, és mély alázatban csöndes áhítatban figyelnek belsejükben a szellem hangjára. Ezt az erő áramlatot, ha megnyílik rá, a környezet is megérzi. Tehát az embertársak akaratára van szükség, hogy az erő kisugárzás nyilvánvalóvá legyen. Másrészt, ahol az erőnek hatni kell, ott hitnek is kell lennie ha az emberek tudatosan kapcsolatba lépnek az erőforrással, és ezáltal önmagukhoz vezetik az erőáramlást, ők is részesülnek az áldásban, ami az erőforrásból indul. Csak így magyarázható meg az isteni erőnek az a hatalmas bizonyítéka, az a számos gyógyult beteg és szellemi ébredés, ami elsősorban az emberek akaratát kívánja meg, hogy az örök szeretet kegyelmi és erő áramában lévőnek tudják magukat. Ezáltal soha nem sejtett erők juthatnak kibontakozásra, mert elfogadok mindenkit, aki hozzám igyekszik, és mindenkire rásugárzik szeretetem, aki komolyan keres, és nyilvánvaló, hogy felém jön. Szeretett sugárzásom erőt jelent, ami úgy nyilatkozik meg, ahogyan az ember reméli. Azt akarom, hogy megismerjenek, ezért nem rejtőzöm el azok elől, akik hisznek erőmben és hatalmamban, és szeretnék, ha az érinteni őket. De csak azokkal ismertethetem meg magamat, akiknek már nem vagyok idegen, és akik ezt szeretetükkel és imájukkal tanúsítják. Aki engem ismer, az szeret is, és ebben a szeretetben érezni akarnak engem. Aki bensőséges imában egyesül velem, az nem idegen embertársával szemben sem, közösséget keres vele, tehát megvannak az előfeltételek, amelyek lehetővé teszik nyilvánvaló tevékenységemet. Tehát megáldom az embereket, és áldásom gyógyulást és felerősödést, életet és világosságot jelent. Aki sok erőt vár, az sokat kap. Mert én állandóan a kívánság nagysága szerint osztok. Ugyanez megtörténhet az egyes emberrel is, anélkül, hogy a tömeg ismeretet szerezne róla. Egyedül az akarat nyitja meg számomra a szívet, és akaratát mindenki más módon tanúsíthatja. Az akarat az, ami megengedi vagy megakadályozza nyilvánvaló tevékenységemet. De ez nem jelenti, hogy az embernek csak egy csodát kell kérni, és azt a csodát már át is élheti. Bensőséges és teljesen felén fordultnak kell lenni az akaratnak, ami engem erőm kiáradására késztett. Ennek egyúttal a hozzám és embertársaitokhoz való mély szeretet a feltétele. Ekkor, akár a nyilvánosság előtt, akár a magányos csöndben, Eleget teszek kéréseteknek. Az ilyen akarat hajlandó az adásra, áldozathozatalra, segítségre, és ez az ő fegyvere és ereje, aminek nem mondok ellent. És ez így van. Teremtő atyánk üzenete. D 5578 per B közlése 1953. január 16. Folytatás. A szabad akaratról. Egy közösség nagy áldás lehet, de ellaposodáshoz is vezethet. Mindig az egyes ember akarata a mértékadó, hogy lesz-e belőle szellemi eredmény. Aki szabad akarattal úgy próbálja magát alakítani, hogy én lakást vehetek benne, annak megnyilatkozom mindig azok áldására, akik a környezetében vannak és szintén az az akaratuk, hogy velem kapcsolatba lépjenek. Minden egyes ember önmagáért, a maga lelkért felelős. Azért senkiről sem lehet a lelkén végzett munkaterhét levenni. Ez a munka a hibák és gyengeségek levetéséből és az erények megszerzéséből áll. Ez pecsételi őt isteni lényé. Ezt a lelki munkát nem lehet mechanikusan elvégezni, bizonyos formális gyakorlatok által, amelyekből például hiányzik a szeretet. Ezzel szemben megemelkedik az eredmény, ha valaki tervszerűen neveli magát, ha tudatosan küzd mindenfajta vétek ellen, ha kiírt magából mindent, ami veszélyt jelent neki, és azt teszi, ami hozzám közelebb hozza, ha önmegtartóztató, és kerüli mindazt, ami kiszolgáltathatná ellenfelemnek akinek valami sok okot szolgáltat arra, hogy védkezzen, térjen ki az ilyen alkalmak elől. Aki valami veszélytől fél, kerülje el, ha gyöngének érzi magát az ellenállásra. Viszont aki mindig és mindig csak a szeretetet gyakorolja, az szellemében erős lesz, és minden kísértésnek ellen tud állni. Mert a szeretetet nem lehet semmivel pótolni, akármennyire sanyargatja is magát. A szeretet a szellemnek és erejének megváltó eszköze, és ahol szeretet van, ott a vágy visszavonul. Az én visszalép, és az embertárs lép előtérbe. A szeretet csodákat művel, mert érthető módon a hit ereje is hozzájárul. A hit a felvilágosult ember akaratában akkora lehet, hogy szellememet. Mérhetetlen erő kibocsátásra késztetheti. Minden jó, ami szeretetre, ön átalakításra vezet. Az az ember, aki le tud mondani valamiről, az saját önszeretete ellen küzd. Ezt embertársa iránti szeretetté alakítja, mert hozzá szeretni eljuttatni azt, amiről ő maga lemondott, hogy segíteni tudjon rajta. Ilyenkor az önmaga kiüresítésének alapja a szeretet, és áldásos az egyes ember fejlődésre, mert a szeretetben él, szabad akarattal mond le olyanról, ami a másiknak még nélkülözhetetlen. És én megáldom érte, ahogyan megáldok minden nekem tetsző szellemi törekvést, az akarat minden tanúsítását arra, hogy nekem tetsző életet éljem mert aki hozzám törekszik, az visszavonhatatlanul eljut hozzám bármilyen az út, amelyen lépked. A felém irányított akarat olyan fegyver, ami elér. Azért hagyom rá minden emberre, hogy milyen módon teljesíti az Isten és fele baráti szeretet parancsát. Csak legyen erős az akarata, hogy teljesítse, és e célért imában is kapcsolódjon hozzám. A kérőnek mindig eléje megyek, tevékeny lesz benne szellemem, és ezt a tevékenységet állandóan fel lehet ismerni, mert megfelel az őt eltöltő szeretet amafokának, amelyel értem és országomért dolgozik. És ez így van. Teremtő atyánk üzenete. Berta de 6515-ös közlése. 1956. április 3 Az Isten gyermekség elérése Kiérlenődési lehetőség Egy órával sem hosszabbíthatjátok meg a magatok életét, amikor időtök elérkezett és elszólítanak erről a földről. A magatok akarata szerint a földre sem térhettek vissza. Bizonyosra vehetitek, hogy földi életeteket halálotok órájával végképp befejeztétek. Ami azután jön, az olyan birodalomban játszódik le, ami nem ebből a világból való. Akkor sem, ha lelketeknek alacsonyabb rendőteremtésekben teremtésekben kell tartózkodnia. Vagyis amikor állapota még nem engedi meg, hogy a világosság szféráiban tartózkodjon, de már semmiféle materiális teremtményre nincs szüksége. Ilyenkor mindig a földön túli helyeken tartózkodtok, csak olykor földhöz kötötten, mivel a korábbi tartózkodási helyetek mindig vágyakozva vonz, anélkül, hogy ezekkel érintkezésbe juthatnátok. Lelketek tehát nyerhet a testi halállal, de lehet, hogy primitívebb tartózkodási helyre jut, mint ami a föld volt. Ez mindig megfelel annak a lelkérettségnek, amit mint ember elért. De a földre soha nem megy vissza, ha csak egész különleges okok vagy feladatok nincsenek, de ezt nem lehet általánosítani. A föld élet folyamán a lélek számára sok lehetőség nyílik, hogy a lelkérettséget könnyen eléresse, ami megszabadíthatja minden nehézségtől, gyöngeségtől és sötétségtől. Ha az ember csak ezeket a lehetőségeket használja ki, lelke akkor is legyőzheti a halált. A halál számára az utolsó akadály, hogy szabadságban, világosságban és erőben élhessen. Ha ezeket az alkalmakat nem használja ki, akkor is egy bilincsesik le róla a halállal. A földi test szabaddá teszi a lelket, de ennek ellenére bilincsekben marad, mert még világosság és erő nélkül van. Így csak oda helyezhetik, ahol szegényes állapotát fölismeri, és elérheti ényének megváltozását. De ez többnyire messze menően nehezebb viszonyok között megy végbe, mint a földön. Ekkor ugyanis, mint egy visszalépett fejlődésében, és ezt szabad akaratával maga okozta magának. A magas bajutáshoz mindig van út, mert számtalan érlelődési lehetőség van. Az egész teremtés a maga számos csillagával mind erre nyújt lehetőséget. De a lélek egy hallatlan lehetőséget pazarolt el akkor, amikor a földön megadatott neki az egyetlen lehetőség, hogy eljusson Isten gyermekségre, és ezt nem használta ki. Hogy ez mit jelent, azt ti emberek teljes egészében nem fogjátok föl. Viszont azok boldogsága, akik ezt a célt elérik, leírhatatlan. És ezt minden ember elérheti, ha akarja. De a legjobb akarat sem használ a léleknek, ha a földön kudarcot vallott, még ha máshol mégis a magasság felé veszi útját. Elérhetetlen neki ez a cél, az Isten gyermekség. Ennek ellenére boldogságra juthat, mindig tovább léphet a magasság felé, mert az isteni atyai szeretet nem nyugszik, amíg a célt, az átszellemítést el nem érte minden lény. Bár az ember elé tárják ezt az ismeretet, de csak kevesen hisznek, és kevesen veszik komolyan a dolgot lényük átalakításával. Kevesen érnek célhoz még a földi élet ideje alatt, és a Földet is csak kevesen képesek a halál alkalmával úgy elhagyni, hogy teljesen átszellemülve menjenek be a világosság birodalmába. És ez így van.